Németh Kornél vagyok, üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, és a mai napon arról fogok beszélni, hogy a technológiai fejlődés, ami körülvesz minket és zajlik folyamatosan, az milyen változásokat eredményez, és gyakorlatilag mi az, ami szükségszerű változás jelent az oktatási vonalon is. A címe az előadásnak technológia és képzés. Gyakorlatilag amivel kezdeném, az az, hogy olyan technológiai változásnak vagyunk részesen, amely gyakorlatilag egy exponenciális görbe alapján mutatja azt, hogy a technológia, a hálózati eszközök számának növekedése az egy közel exponenciális függvénnyel írható le. Természetesen ez a technológia ez szerves részét képezi a gazdaságtani területeknek, és nyilván hatással van a társadalom tudományra, a társadalmi aspektusokra is. Azt a technológiai változást, amit gyakorlatilag most ezzel a görbével leírhatunk, itt Európában az ipar 4.0 ernyő fogalommal szoktunk apostrofálni, és hogy ezt egy kicsit megértsük, erről fogok a következő szlájdok keretében egy pár mondatot mondani a hátteréről, a jelenéről, és bízom benne, hogy tudok képet adni egy kisebb jövőjéről is, valamint arról, hogy a Science keretében milyen jellegű tervvel készültünk, hogy felkészítsük a leendő és a meglévő munkavállalókat arra, hogy ezt a képzést, vagy ezt a technológiai változást, ezt meg tudjuk érteni, be tudjuk vezetni a termelő rendszerekbe, adaptálni tudjuk, és egyáltalán el tudjuk fogadni, megérteni és el tudjuk fogadni. Honnan is jött ez a fogalom, hogy ipar 4.0? Gyakorlatilag Németországból a Bosch Siemens és a Németországi Mesterséges Intelligencia Kutatóintézete a keresztapa, ha mondhatjuk így. Gyakorlatilag egy kronológiai háttér vezetett oda, hogy most ipar 4.0 névvel apostrofáljuk azt a változást, ami körülvesz minket. Kicsit a történetéről, nyilván nem újdonság, amit az ábrán látunk. Az első ipari forradalom az a közgép és a vízerőnek a alkalmazásával jelent meg. Ugye Watt, Jacquard idejében az 1700-as évek végén, 1800-as évek elejére tehető az első ipari forradalom. A második ipari forradalom az gyakorlatilag a Ford termelő rendszereinek a fejlesztésével, elsőkörben az autóipari sorozatgyártás vagy szériagyártás megjelenésével jelölhető meg leginkább. A harmadik ipari forradalom azt a 60-as évek derekára időzíthető, gyakorlatilag a robottechnika, az NC és CNC beszerzési gépek vagy termelő rendszerek megjelenése és elterjedése jelenti, amelyben a General Motors az gyakorlatilag élen járó szerepet töltött be. A negyedik ipari forradalomnál nehéz azt mondani, hogy hozzá tudjuk kötni egy adott cégnévhez, egy adott márkanévhez akár. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egyszerre terjed, egy sokkal szélesebb körű terjedésről beszélünk, és első körben amit ez jelent, az a decentralizált termelésirányítási rendszerek elterjedése, köszönhetően a hálózati eszközöknek, azoknak a hálózati eszközöknek, amelyek a komponens, a gép, termelő rendszer szinten, valamint termék szinten megjelennek és támogatják a gyártás technológiákat. Amiről ugye beszélünk, és egy kicsit úgy közelebb hozzuk a mindennapokhoz, látjuk azt, hogy gyakorlatilag megjelenik mindenhol az internet, a hálózatosodás, a hálózati alkalmazások, hálózati berendezések. Az Internet of Things, vagy most már mondhatjuk, hogy Internet of Everything, az gyakorlatilag teljesen körülvesz minket, és nem csak a termelő rendszereket, hanem a fogyasztói oldalt is. Is elérte, hiszen nem csak a gyárakról, hanem már okos otthonokról, viselhető hálózati eszközökről, a jármű és közlekedés támogató rendszerekről beszélünk, de akár igaz ez az otthon vagy a munkavégzés során használt eszközökről, amelyek mind-mind csatlakoznak az internetre. Talán beszédes egy kicsit az az ábra is, hogy gyakorlatilag az infekciós pontot már 2015 elértük, amit ebben az ábrában azt jelenti, hogy több hálózati eszköz van, egyedi azonosítóval rendelkező hálózati eszköz, mint ahány ember él a Földön. Természetesen azt is még ki kell emelni, hogy ez nem egy lineáris eloszlás, tehát az iparilag fejlettebb régiókban
van szerepe ennek, míg az elmaradottabb részekben nem. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy nem csak 8-szorosa, 2020-ra ugye azt prognosztizálják, hogy 50 milliárd hálózati eszköz vesz minket körül, ami körülbelül a 7-8-szorosa a föld népességének, de ez a fejlettebb régióban fog megjelenni első körben. Az IoT, az Internet of Things főbb részei azok, ahogy korábban is említettem, a termelőrendszerek, ami baloldalt látható, ból kiindulva a végfelhasználókhoz jutnak el, tehát a végfelhasználók életére, munkájára, mindennapjaira vannak hatással. Viszont ez nem egy egyirányú hatás áramlást jelent, hanem gyakorlatilag mondhatjuk egy körkörös hatás áramlásról kell, hogy beszéljünk, hiszen az igények sok esetben a végfelhasználói, vagy legtöbb esetben mondhatjuk a végfelhasználói oldalon jelennek meg, amiket kiszolgál a termelőrendszer. Természetesen beszéltünk generált igényekről, de minden esetben van egy visszahatás, van egy olyan jellegű visszacsatolás, ami serkenti, katalizálja a további termelőrendszerek fejlesztését, fejlődését. Ezek a visszacsatolások, ezek minden esetben a társadalomtudományi és gazdasági hatásokon, vagy csatornákon keresztül áramlanak vissza. Ez miatt rendkívül fontos, hogy azt az alappillért is megértsük, hogy a társadalom, az egyének, a szervezetek hogyan reagálnak, hogyan adaptálják, hogyan fogadják el, és milyen egyéb plusz extra igényeket generálnak abból a változásból, azokból a termékekből vagy szolgáltatásokból, amelyek megjelennek a piacon. Mit is jelent ez? Egy változásban vagyunk, változás hullámokban vagyunk, amit egy technológiai megatrenddel írhatunk le, és természetesen erre reagálnunk kell. Ez a reakció ez többféle módon történhet, és talán a jéghegy modell mutatja legjobban azt, hogy könnyű beszélni arról, hogy milyen új technológiák jelennek meg a piacon. De mint a jéghegy esetében is, azért a tartalom 90%-a a vízszint alatt van, ami kevésbé látszik, viszont nagyon fontos. Tulajdonképpen a kulcsa annak, hogy hogyan kezeljék ezt a változást. Itt amit meg kell említeni az, hogy az iparági igények, tehát az iparnak a termelését fent tudja tartani. Gyakorlatilag az állam szerepe, az állam oktatási, gazdaságpolitikai és támogató szerepe hogyan alakul, és gyakorlatilag azok a fajta beidegződött modellek, amiket használunk mind az oktatás területén, mind a gazdaságszervezés vagy termelőrendszerek szervezése terén, azokat kell változtatni, és ha kell változtatni, milyen módon kell változtatni. Ez mind-mind része lesz annak, hogy ezt a változást ezt kezelni tudjuk, azaz jól tudjuk kezelni. Egy kis kitekintés arra, hogy Magyarország helyzete európai országok körében hol helyezkedik el ebben a fajta ipar 4.0 érettségi szint elemzésben. Talán nem túl meglepő, hogy első körben a nyugat-európai tőkeerős országok azok, akik magasabb szintű érettséggel rendelkeznek, hiszen beszélhetünk arról, ugye, hogy az egészet talán leginkább, aki a vezetőülésben ül, az Németország, Svájc és Írország. Ezek azok az országok, ahol a munkaerőköltség és az elérhető képzett munkaerő az szükségesé teszi azt, hogy minél magasabb szintű ipari automatizáció felé mozdítsuk el a termelőrendszereket. Amellett, hogy most nem célunk az, hogy minden országot kielemezzünk, Magyarországot érnék rá, az elemzés szerint Magyarország úgymond tradicionalista, vagy hagyománykövető ország. Ennek természetesen megvannak a háttér okai, automotív, németországi anyacéggel rendelkező gyárak országa vagyunk, leginkább végrehajtó ország, de ettől függetlenül ebből a pozícióból azt gondolom, hogy ki kell és ki tudunk törni, el fogunk tudni mozdulni ebből az irányból, ebből az irányba. Hiszen már most is látjuk azt, hogy az élénkülő gazdaság az mit jelent a Magyarország termelő rendszereknek, termelő cégeknek. Látjuk azt, már szembesülünk azzal, hogy az elérhető képzett munkaerő csökkenő trendet mutat. A munkaerő költségek ebből következtethetően egy emelkedő trendet mutatnak.
szervezetek fejlettségi érettségi szintje azonban pont ez miatt, mivel nem találjuk meg azokat a képzett embereket, akikkel ezeket a változásokat le tudjuk kezelni megfelelő módon, szervezet fejlettségi szintje csökkenő trendet fog mutatni, hiszen az olló nyílik, a fejlődés ettől függetlenül nem áll meg. Az egyéni munkaerő képzettségi szint és a termelő szervezet hatékonysága és ezáltal kicsit kiterjesztettebb módon a település fejlődési potenciál trendjei szintén egy csökkenő trendet mutatnak. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témakörrel, de nagyon nagy kérdés, hogy hogyan. Egy Ford idézettel, Henry Fordtól való idézettel folytatnám. Amennyiben ő megkérdezte volna az akkori vevői környezetét, hogy mire van szükség, akkor azt a választ kapta az idézet szerint, hogy gyorsabb lovat szeretnének. De hasonló helyzetben vannak a magyarországi termelő cégek is, nincsen gyorsabb ló, elértük a fizikai korlátokat, tehát lefordítva ezt a mi témánkra, nincsen képzettebb munkaerő és nincsen több munkaerő. Viszont a technológia szükségessé teszi azt, hogy, és az élénkülő gazdaság szükségessé teszi azt, hogy ezen a téren fejlődést tudjunk produkálni. Egy kicsit visszatérve még az ipar 4.0 témakörére, sokakban lehet, hogy felmerül a kérdés, hogy ez most egy új dolog, az ipar 4. ipari forradalom, vagy egy régebbi dologról beszélünk. Azért helyeztem el így az ábrákat, hogy egy kicsit össze lehessen fésülni egy korábbi fejlődési hullámmal, vagy hullámsorozattal. Ezt Nikolaj Kondratyev, vagy K-hullamoknak hívott elemzésből tudjuk levezetni. A 4. ipari forradalommal kapcsolatosan felmerül sokakban a kérdés, hogy ez mennyire egy új dolog, mennyire valami nagyon-nagyon innovatív és jelenkori témakörről beszélünk. Ezért helyeztem el ezt az ábrát ide, és föléje egy másik ábrát, amely gyakorlatilag a K-hullamokat, Nikolaj Kondratyev által első körben vázolt hullámokat mutatja meg, ami alapján látszik, hogy szépen összefésülhető az a fajta első körben egy adott régió vagy ország gazdasági fejlődésével kapcsolatos hullámzás, amelyet Kondratyev és József Schumpeter feltárt körülbelül 100 évvel ezelőtt. Ez gyakorlatilag azt gondolom megválaszolja azt a kérdést, hogy mennyire beszélünk új dolgokról. Új dolog természetesen a technológiai oldalról megközelítve, de a gazdaságtani hátterét ismerve mondhatjuk azt, hogy teljesen jó beleillik abba a prognózisba, amelyet körülbelül 100 éve Nikolaj Kondratyevék már lefektettek és előre is vetítettek. Hogy a jelenkori termelőrendszerekben ezt hogyan tudjuk, vagy hogyan kell mi vizualizáljuk, egy kicsit még értsük meg azt, hogy a jelenkori, vagy a jelenlegi és az elmúlt 20-40-60 év termelőrendszerei az egyéni teljesítmény, az individuális kompetencia és a szükséges kapacitás alapján szervezték meg egy adott vállalat, egy adott szervezetnek a működését. Jelenleg ebben látunk ugye a változási kényszert, hogy nincsen meg az a létszám, nincsen meg az a kapacitás, és nincsen meg az a kompetencia az egyénekben, amely ahhoz kell, hogy a jelenlegi gazdasági célokat teljesíteni tudjuk. Hogy ez az archimédeszi mérleg két szára megfelelő módon, vagy megfelelő szinten álljon, be kell avatkoznunk. Beavatkozni gyakorlatilag a hozzáigazítva az elérhető kapacitáshoz a kompetenciát, technológiai támogatást és az adott termelő szervezetnek a változtatását értjük. Gyakorlatilag, ha ezt a három témakört a megfelelő módon tudjuk kezelni, tehát meg tudjuk változtatni egy adott termelőrendszer vagy vállalatnak a szervezeti struktúráját, fejleszteni abban az irányban, hogy a megfelelő technológiát alkalmazza a megfelelő kompetens ember legyen az adott pozícióban, akkor gyakorlatilag az egyensúly fenntartható. Az ISZ-nél azt a modellt vettük alapul, amely gyakorlatilag Hankis elmérkönyvében a Jövő Egyetem elméletével összefügg, azzal kapcsolatos, és egy olyan oktatási modult és modellt szereztünk volna létrehozni, amely a szervezetfejlesztéssel, a technológiával és az egyéni kompetenciával együttesen foglalkozik. Ez a Jövő Egyetem
alapú, hívjuk így, oktatási modell választ ad arra, hogy milyen technológiai változásaink vannak, milyen gazdaságtani hatások vannak, ezeket milyen korrelációval vagy kapcsolati rendszerrel lehet összefűzni, és ezeknek milyen társadalmi vagy szervezeti hatásait kell, hogy kezeljük, milyen szervezeti hatásai vannak vagy léteznek. Hogy ez még érthetőbb vagy érzékelhetőbb legyen, hadd folytassam Octavio Ocampónak egy festményével, egy ismert festményével, amely gyakorlatilag megmutatja azt, hogy bár a képen is látható módon egyéni részletek és önálló jelentéstartalommal bírnak, mégis amikor ezeket összerakjuk, akkor egy magasabb értéket, vagy egy magasabb és másabb, egy kicsit másabb jelentéstartalmat tudunk társítani. Hogy ez hogy jelenik meg nálunk? A társadalomtudomány, a gazdaságtan és a technológia három eltérő halmazának az uniója, azaz ahol az interdisziplináris tudás megjelenik. Az oktatási modell az erre az unióra koncentrál. Amikor a képzést terveztük, akkor szembesültünk azzal a helyzettel, hogy gyakorlatilag egy kettős funkciót is bele kell vinni ebben a képzésben, hiszen nagyon fontos az, hogy nem csak képzést kell adni, ami egy kompetenciafejlesztést céloz meg, hanem gyakorlatilag egy szemléletváltozást is el kell tudnunk érni. Hiszen bizonyára mindannyian találkoztunk azokkal a nem megfelelő kérdésekkel, amelyeket a pirossal keretezett részbe tettem bele, hogy ez a technológiai változás mit fog az egyének vagy egy adott társadalmi rétegnek okozni. Elveszítjük a munkánkat, jönnek a robotok, az emberi tényező a szükségtelenné válik. Tehát ilyen jellegű felvetésekkel találkozunk, akár magunkban, akár a média által katalizálva. Nagyon fontos, hogy az oktatási modell révén a megfelelő kérdésfeltevésre ösztönözzük a hallgatókat és a résztvevőket, amelyek inkább azt jelentik, hogy arra kell, hogy reflektálódjanak, vagy arra kell, hogy irányuljanak, hogy milyen kompetenciára van szükségem, hogy a munkámat megtartsam, vagy egy új munkakört tudjam betölteni. Milyen képzésre, és hol elérhető ez a képzés, amely szükséges ahhoz, hogy a kompetenciám megfelelő legyen a következő időszakokban. Hogy egy pár példával illusztráljam ezt a dolgot, nyilván ilyen dolgokkal a társadalom, az emberiség már több alkalommal találkozott. A világ legjobb íjásza is lehet, hogy elavult, vagy versenyképesség vesztésbe került akkor, amikor új technológiák jelentek meg, megjelent ebben az esetben például egy puska. Itt is természetesen mondhatjuk azt, hogy az íjász az elvesztette az állását, de ez nem azt jelenti, hogy az íjász akkor onnantól fogva állás nélkül volt. Valószínűleg az íjásznak egy átképzés keretében meg kellett tanulni használni az új technológiákat. Az ipari gyakorlatban szintén vannak olyan példáink, nem is olyan túl régen, még általában a tervező asztalok azok így néztek ki. A tervező irodák rengeteg tervezővel manuális tervezéssel keresztül jutottak el odáig, hogy egy terméket realizálni lehessen, míg a mai napon már gyakorlatilag a számítástechnikai rendszerek támogatásával ez hatékonyabban, gyorsabban és nyilván kevesebb kapacitás igényel működik. Szintén a megoldás abban az esetben is az volt, hogy azoknak a tervezőknek, akik ebben nagyon jók voltak, ebben is nagyon jónak kellett lenniük. Egy gyakorlatiasabb példa arról, hogy a fizikai dolgozónkat mennyire érinti ez a dolog. A régebben, sőt nagyon sok cégnél még jelenben is mondhatjuk azt, hogy a hegesztő technikus vagy a hegesztő szakember a legkeresettebb és a kulcs egy adott szervezetnek a alaptevékenységének, de egyre inkább változik ez a dolog, hogy a hegesztésben bár jártas, de programozás technikában szintén képességekkel vagy kompetenciával rendelkező ember fogja átvenni a fő szerepet. Tehát inkább a hegesztő automata vagy robot programozó technikus fogja átváltani vagy kiváltani a korábbi teljesen manuális munkát. Ez a példa, ez gyakorlatilag azt a kérdést igyekszik megválaszolni, hogy
valóban csak a szérializálható, alacsonyabb szintű operatív munkát végző embereknek kell tartani attól, hogy változik a környezetük, vagy nem. Ennek az évnek az elején mondhatjuk azt, hogy mesterséges intelligencia diadalmaskodott egy olyan témakörben, amit még messze nem gondoltak volna. Hiszen azt ugye tudjuk, hogy a sakk és a gólyátékok terén a mesterséges intelligencia már meglehetősen magas szinten áll, de a Texas Hold'em egy kicsit más játék. Most nem megyünk bele a Texas Hold'em póker alapszabályaiban, de azért talán ezek az információk érdekesek, hogy a világ legnagyobb pókermestereinél 4 héten keresztül folyó játéknál 3000 leosztás, ami gyakorlatilag 10-160. Döntési pontot jelent, és gyakorlatilag egy tökéletlen aszimmetrikus eloszlású információ halmaz kezelésével, azaz nem úgy, mint a sakk vagy a gólyátéknál, hogy megvan az információ az ellenfélnek a pozíciójáról, a lépéseiről, hanem a pókernél ez hiányzik. Ennek ellenére a mesterséges intelligencia által vezérelt program vagy algoritmus az le tudta győzni a legnagyobb mestereket. Hát innentől fogva azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nem csak a szérializált munkát végző, operatív szérializált munkát végző embereket érinti ez a változás, hanem gyakorlatilag a szellemi, vagy akár a kreatív tevékenységet végző emberekét is. Hogy erre reagálni tudjunk, egy 3 lépéses, 3 szintű modellt dolgoztunk ki, jövő egyetemként címkézve. Az első, az gyakorlatilag a szemek felnyitását célzó szeminárium. Itt gyakorlatilag meghívott vendégek, vállalati, oktatásügyi, akár városvezetési oldalról származó pozíciókból kapnának arról egy előadást, ami körülbelül azt jelenti, amit itt az elmúlt percekben is láthattunk, hogy milyen változások vannak és mit okoznak, és arra hogyan kellene reagálnia a társadalomnak, vagy hogyan tudunk rá megoldást biztosítani. A második szint az már egy egyéni modul, tréningek vagy szakmai konferenciák szintje, ahol egy változásmenedzsment szellemében előadott előadásról beszélünk, ami első körben azt célozza meg, hogy ezt a változást, amiről beszéltem körülbelül, ezt azt közös platformra tudjuk hozni, valamint el tudjuk fogadtatni, meg tudjuk érteni. Ezt követően, amiről beszélnünk kell, az egy tréning sorozat és egy posztgraduális képzés. A tréning sorozat lenne az, amely gyakorlatilag olyan állapotban van, hogy ebben az évben az őszi szemeszterben el fog indulni, itt az ISZ-nél Kőszegen, a posztgraduális képzés pedig egy magasabb szintű, mélyebb matematikai és mérnöki tudományokkal megtámogatott szakmérnöki képzés lesz, várhatóan a jövő évben fog elindulni. Gyakorlatilag a 19 modul, ahogy az első szlájdok keretében is említettük, felöleli azokat a témaköröket, amelyeket a klasszikus ipar 4.0 ábrájához be tudunk csatornázni. És ezen kívül, ez nagyon fontos kérdés, hogy ahogy említettük is, ez nem egy technokrata képzés, nem kizárólag a technológiai változással foglalkozik, hanem a hatásokkal és a korrelációkkal. Ezért bekerültek olyan jellegű témakörök, ami például a szervezetfejlesztés, a társadalmi hatásokkal, az egyén változásmenedzsmentjével kapcsolatos, valamint olyan elemek, amelyek szervesen kapcsolatban a gazdasági kérdésekhez, a gazdaságtani elemzésekhez. Így úgy gondoljuk, hogy sikerülni fog egy olyan képzést elindítanunk, amely minden vendő vagy meglévő munkavállaló számára biztos pontot jelent, hogy el tudjon igazodni az ipar 4.0 területén, meg fogja tudni érteni, hogy mit fog ez jelenteni, miben kell változni, és remélhetőleg egy biztos alapokon nyugvó használatot fog adni az adott munkavállalónak a szervezetén belül. Köszönöm a figyelmet!